Az ökumenizmus azon megkeresztelt emberek között jön létre, akik kölcsönösen elfogadják egymás keresztségét. Ennek a közös imádságnak az a legfontosabb célja, hogy a hívek lelkileg minél közelebb kerüljenek egymáshoz, meghallgatva a liturgiákat, tanításokat, amik rámutatnak arra, hogy a fő gondolatban nincs különbség a felekezetek között. És az ige az, amely vezérfonala ezeknek a napoknak, és tulajdonképpen ugyanazt az igét fogjuk a kezünkbe, és ugyanazzal a keresztséggel indulunk, ezért azt gondolom, hogy az utunk valóban így biztonságosabb, hiszen egymással kézen fogva járjuk azt az utat ebben a világban, ahol tanúságot is kell tenni az életünkről. Tulajdonképpen a mostani 8 napnak is az üzere pontosan ez, ott az ige, a kinyilatkoztatás, és ennek a követése, a fölvállalása, a tanúságtétel a hitünkről, hiszen nem elég szóban megvallani, hanem azt a gyakorlatban, a cselekedetekben is élni kell. És erre fog ösztönözni bennünket ez a 8 nap. A hét folyamán a katolikus, a református, az evangélikus és a baptista gyülekezetek lelkipásztorai hirdetik az igét. A vasárnapi kezdőnapon Baráth János református lelkész prédikációjában az isteni gondviselés erejére mutatott rá. Az események mögött Isten mozgató, az Úristen a mozgató, és hogy hogyan történhet meg az, hogy Jézus egy olyan helyre megy be, ahová nem kellene, hogy bemenjen, ahová mindenki azt mondaná, hogy Samáriát kerülje el, és ennek ellenére az Úr Jézus bemegy, egy beszélgetés kezdeményez, amelynek csodálatos eredménye lesz. Az ökumenizmus a hívek között nem csak egy hétre korlátozódik, hiszen a családok mindennapi életében is jelen van. Csak egy példát említsek, mondjuk az esküvők esetében, tulajdonképpen akik házasságot kötnek a templomainkban, de gondolom nem csak nálunk, más egyháznál is ugyanígy van, a 60% a más felekezetűvel köt házasságot. Tehát ez a családokban, az emberek között ez abszolút nem okoz problémát, későbbiekben sem, hiszen a hitoktatásban részt vesznek a gyerekek, bekapcsolódnak, tehát nagyon nyitott ilyen szempontból ez a közösség, és mondhatom azt, hogy mind a 4 egyház valóban egyfajta lelki közösséget alkot. A január 25-ig tartó ökumenikus imahét kiemelkedő eseménye a katolikus, a református és az evangélikus püspök csütörtöki közös szolgálata lesz a belvárosi katolikus templomban.